Úszásban történelmi versenynapja volt a magyar csapatnak, hiszen Csalászló utoljára ugrott medencébe. A 200 vegyes döntőjében második helyen fordult féltávnál, a mellúszásnál viszont visszacsúszott a hetedik helyig, ez lett a végső helyezése is. Telegdi Ádám 200 on ötödik helyen zárt, míg a 100 pillangó elődöntőjében Milák Kristóf olimpiai csúcsot úszott, amit aztán három perccel később Caleb Dressel megjavított. Az entai származású Szabó Sebastián nem jutott fináléba, a tizedik időt úszta, és szintén lemaradt a női 200 hát döntőjéről Burián Katalin. Időrendben Pétervári Molnár Bendegúz B döntője nyitotta a napot, az egypárevezős negyedik helyen ért célba a futamában, amivel összetettben a tizedik helyen zárt. Sportlövészetben és atlétikában sem termett babér a magyaroknak. Major Veronika a 35. helyen végzett a női sportpisztolysok között, Barta Kéri Bianca és Koroknai Máté sem jutott tovább 800 méteren, illetve 400 méter gáton az ötkarikás játékok atlétikai versenyének első napján. A magyar női pólósok a japánokat győzték le 17-13-ra. A várakozásokra alaposan rátszáfoltak a hazaiak, így igencsak megnehezítették a magyarok dolgát, ezzel a magyar lányok a legjobb 8 közé jutottak. A következő ellenfél Kína lesz.